tegnapi hosszú beszédnek a lényegét szeretném itt az elején még gyorsan egyszer összefoglalni, hogy legalább a kiinduló pontot értsük meg jól. Az első Páska az egy valódi esemény volt, ugye, amikor valóban azért ölték meg a bárányt, hogy annak a vére kerüljön a félfára, hogy ott abban a házban az elsőszülötteknek haljanak meg. Az volt az első Páska. Utána kivonultak Izrael fiai Egyiptomból, és találkoztak az Úr hegyénél, a Sínai hegynél, hogy Isten szövetséget kötött velük. És a szövetségkötés napján Isten azt a társaságot elfogadta az ő népének. Ugye akkor állt össze az a nép, és Isten megadta az alapot, a keretet, a 10 parancsolatot és a többit. Ugye sose szabadod megállni a 10 parancsolatnál. Mózes második könyve 20. fejezetében ott van a 10 parancsolat, de utána van még 3 fejezet. Hogy Isten még többet mondott, hogy keretet adjon az ő népének. És abban a keretben Isten megparancsol 3 ünnepet. Ugye a Páska ünnepet, amit egyszer már mondott Egyiptomban, de még egyszer. A hetek ünnepét parancsolja, ami ugye 7x7 nap után meg kell tartani a vasárnapon, az 50. napon, ugye, és hát úgy mondják görögül, hogy pünköst, tehát hetek ünnepe, pünköst ünnepe, az ugyanaz, és van még a lombsátrak ünnepe, hát az egy külön történet, egy külön csendesét, majd valamikor később talán visszatérhetünk erre, de onnantól kezdve ez a 3 ünnep kötelező jelleggel megvan Isten népének a társadalmában. Minden férfinak, aki megtehette, kötelező volt ezeken az ünnepeken részt venni. Ugye ezért volt ott a tömeg, amikor az Úr Jézus keresztre feszítették, meg készültek a Páskára és a kovástalan kenyereknek az ünnepére. Ezért volt ott az a tömeg, amikor az Úr Jézus elküldte a Szent Lelket. Azért volt ott tömeg, mert a pünkösd előtti éjszakán legalább az első, ugye a pünkösd előtti éjszakán az emberek nem szoktak aludni. Ez egy virasztásos éjszaka volt, hagyományból. Tehát nem kötelező jelleggel, de hagyományból. Ezért volt ott az a nagy tömeg. Ezért voltak együtt eleve a tanítványok is. Mert ugye amikor jön a Szentlélek, már együtt vannak. És kora reggel volt, tudjuk, még nem ittak bort, de azért elég korán volt, és ott volt az a nagy tömeg is, amikor prédikál, amikor Péter prédikál egyet, és 3000 ember megtért, tehát legalább 3000-en voltak már akkor is együtt. Ugye, mert ünnep volt. Átvirasztották az éjszakát, elkezdődött az ünnep, feltehetőleg ez az egész történet a templom előcsarnokában történt, amikor arról majd később, amikor eljön a Szentlélek. Ezért vannak olyan sokan. Ugye, tehát ezek az ünnepek már megvoltak. Az Ószövetségben ugye az volt a jelentése, hogy a Páska ünnepével visszaemlékeztek arra, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, ugye ez a szabadulásnak az ünnepe, és a pünkösd ünnepén arra gondoltak vissza, hogy Isten az ő népévé fogadta őket. Tehát helyreállt az eredeti rend, ugye, Isten és az ő népe mindenki egységben. És az Ószövetség alatt ezek, hogyan mondjam, az Ószövetség alatt elsősorban a külső dolgok álltak az előtérben, hogy Isten Egyiptomból szabadította ki az ő népét, a törvényt adta, ugye ezek külső dolgok. És amikor jön az Úr Jézus, akkor ő ezt betölti, ezeket az ünnepeket lelki tartalommal. Ugye, a Páska ünnep utáni vasárnapon mit kellett csinálni? Az első kévét bemutatni, az első zsengét, ugye, bemutatni. Akkor már lehet, hogy eszünkbe jut Pál apostolnak a szava, az Úr Jézus, mint az első zsenge, ugye, a halálból. Tehát ő, ugye, rabbi,
Ő tudja, hogy miről beszél. Arról beszél, hogy egy kötelező volt, hogy az Ószövetségben a hét első napján, a szombat utáni napon bemutatni az első kévét, és akkor támad föl az Úr Jézus, nem véletlenül. Ugye? Ebben logika van. És az 50. napon az Úr Jézus azért tölti ki a lelkét, hogy nem külsőleg tartsa össze az ő népét, hanem belsőleg. De arról majd még ma is, meg a héten fogunk erről még beszélni. Ugye? Tehát magasabb szintre történnek a dolgok. És azért beszéltem tegnap a mezőgazdasági dolgokról, hogy Isten segített az ő népének, akik ugye mezőgazdasággal foglalkoztak, hogy megértsék az összefüggést az ünnepek között. Első kéve, a búzának a betakarítása, kenyér, ugye, ami, ahol összeállnak a gabonaszemek egységé, és a lombsátrak ünnepe az év végén, az a teljes betakarításnak a végének az ünnepe. De mondom, erről nem beszélünk most. Tehát az Ószövetségi időkben Isten az ő törvényével teremtett egységet az ő népében, hogy létrejöjjön az a közeg, amiben elérkezhet az Úr Jézus. Létrejön az a keret, amiben érthetővé válik az Úr Jézus munkája, tanítása. És bármit tesz az Úr Jézus, azt azonnal össze lehet kötni az atyának az ígéretével, az atyának az előírásaival. Ugye egészen vissza odáig, hogy az atya megígérte, hogy jön a fiú, aki majd megoldja a bűn problémáját. És ugye az Ószövetség arról szól, hogy Isten előkészíti a fiúnak az eljövetelét. És nem csak azért adta Isten a törvényt, hogy az ő népének legyen jó. Ugye? Isten az Ószövetségben, Mózes 5 könyvében többször mondja az ő népének, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ugye? A népnek úgy kell viselkednie, ahogyan a király. Vagy fordítva, Isten azzal a céllal hívta ki az ő népét a népek tömegéből, hogy őt képviseljék. Ugyan szentek legyetek, mert én szent vagyok. A nép, a látható nép, a testben lévő emberek az ő életvitelükkel kifejezik Istennek a szentségét. És az nem csak nekik lesz jó, ennek missziós célzata van. Mózes 5. könyvének a 4. fejezetében olvasunk erről, ahol Mózes ezt mondja a népnek, íme én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem, az Úr parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesztek bölcsek és értelmesek, és akkor hozzáteszi, a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd, bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk, a mi Istenünk az Úr? Valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek. Tehát Isten népe az ő társadalmi életével, vagy életükkel példa is, ugye Isten bölcsességéről, Isten igazságosságáról a népeknek. Itt egy kicsit meg kell állnom. A bűnbe esett eltorzította az Isten képűséget az emberekben, nagyon csúnyán. De nem annyira,
hogy az Isten nélkül élő ember ne ráhibázna néha-néha Isten akaratára. Ugye a római levél második fejezetében az egyik szakaszban Pál apostol arról ír, hogy néha-néha még a törvény nélküli élő emberek is tesznek valamit, ami megfelel Isten törvényének. Vagy amikor leülnek, és gondolkodnak, hogy mi lenne a jó erkölcs, néha-néha ráhibáznak az igazságra. Hogy ez, vagy az, vagy amaz nagyon fontos. És Pál apostol azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy egy erkölcs tanító, vagy akár egy ember végig gondol a saját életét, ráhibázik Isten törvényére, abban a pillanatban megjelenik Isten törvény az ő életében. Ha ő felfogja, hogy ez egy fontos dolog, onnantól kezdve neki nem szabadható menekülnie. Akkor az lenne a dolga, hogy azt tovább gondolja. És megint visszakanyarodok ott, amiről tegnap is beszéltem, nem a természet rendjéből jött létre az erkölcs. Hanem Isten adott egy útmutatást, már az Éden kertjében is. Ott csak azt, mire akkor szükség volt az embereknek. Aztán ugye Noé-nál Isten elmond erkölcsi útmutatásokat. Aztán folyamatosan. Istennek megvan a rendje. És ugyanaz a rend megjelenik akár még a népek életében is, amikor néha-néha ráhibáznak Isten akaratára. Magyarul, még a hitetlen ember sem olyan rossz, vagy olyan gonosz, amilyen lehetne. Valami megmaradt az Isten képűségből. Csak ugye, a különbség az, hogy a Bibliában Isten rendezetten leírja nekünk, hogy mi az a rend. Tehát mi a Bibliából olvashatjuk, megérthetjük, hogy mi a logika, hogy hogyan függ össze minden mindennel. Amikor egy hitetlen ember, akár egy filozófus, egy erkölcstanár ráhibázik Isten akaratára, néha-néha, ugye, kiragad egy dolgot az egészből. És azt mondja, hogy de ez nagyon fontos. Aztán kiderül elég gyorsan, hogy vagy végig gondolja ezt, és a végén ott köt ki, hogy hát akkor el kellene fogadni, hogy a Biblia mondja az igazat. Kant, a híres filozófus, majdnem odaig jutott el. Ő írt egy könyvet arról, hogy ha a saját erkölcsömből indulok ki, de úgy, hogy ami jó, az csak akkor jó, ha mindenkinek jó, ha abból indulok ki, és végig gondolom, akkor milyen vallásra lenne szükség. És majdnem ott kötött ki, hogy hát akkor a Bibliát kell elfogadni. De azt nem akarta, mert érdekes családi háttere volt. Az első részt az egyház adta ki. Aztán Kant rájött arra, hogy hova fut ez az út, és gyorsan még leírt három kanyart, és nem ott kötött ki természetesen. Akkor a további részeket az egyház már nem támogatta. De ez történik. Amikor akár még milyen kommunista erkölcstant olvasok, megvannak nekem a könyvek, nagyon érdekes, hogy a kötelező tantár volt az egyetemen, az egyik ismerősöm házi orvos, tehát ezek a tankönyvek megvannak, és akkor szépen levezeti, hogy a kommunista ember, és olyan szinte oda lehetni írni néha-néha az igehelyeket. Mert nem tudunk szabadulni Isten rendjétől, ha ezt csak végig gondolták volna. És nem álltak volna meg egy bizonyos ponton, hogy de most magasabb szempontok jönnek. Akkor a végén oda kötöttek volna ki, hogy igazat kell adni a Bibliának. De ugye az ember ezt nem akarja. Ezt a gondolatot lenyomja gyorsan. Tehát még a népek között is vannak emberek, akik legalább látszólag egy bizonyos szempontból erkölcsös életet élnek. De Isten népe arra hivatott, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, hogy megmutassuk, hogy az egészet kell elfogadni. Nem lehet Isten rendjéből egy-két-három dolgot kiemelni, és akkor jó, akkor ezek
a jó szempontok, de mellette még más szempontok is vannak, mert akkor megint kagyvasz lesz belőle a végén. Isten népe arra hivatott az Ószövetség alatt is, hogy értsék az Isten rendjét, betartsák az Isten rendjét, és akkor a többiek rájönnek arra, hogy milyen igazságos rendelkezései, milyen igazságos rendelkezések vannak ott, mert ugye összeáll az egész kép. A baj ott történt az Ószövetségben, hogy nem ezt tették. Hogy elég gyorsan, miután Józsué meghalt, meg azok is, akik még látták az Úr nagy tettét, amikor bevonultak az ígéret földjére, valahogy már nem volt annyira fontos, hogy akkor Isten milyen rendet is mondott. És mindenki a saját gondolkodásai szerint élte le az életét. Abból lettek a problémák. Isten volt olyan kegyelmes, hogy mindig küldött egy bírót, hogy visszahívja az embereket a helyes útra, csak ugye Izrael fiai, Isten nép ezt félreértette. Ők csak azt látták, hogy ha van egy erős vezető, akkor jól mennek a dolgok. Ha nincs erős vezető, akkor szétesünk. Akkor mi kell nekünk? Király. És kaptak egy olyan királyt, aki megfelelt az ő szempontjaiknak, ugye Saul. Magas, erős, mindig vannak még más szempontok, szívesen beszél a prófétával is, de azért vannak más szempontok is, el is tudja magyarázni, és elég gyorsan kiderül, hogy nem ez az út. És kapnak egy másik királyt, ugye egy pásztor fiút. Mert a jó király pásztor. Ugye a pásztornak egy dolga van gyakorlatilag. A pásztornak szem előtt kell tartania, hogy a nyáj birkákból áll. Nincs más dolga. A birka nem tudja, mi a jó neki. A birkára vigyázni kell. El kell kergetni a farkast, terelgetni kell a nyájat, de este meg kell nézni, hogy nincs-e valami féreg az állaton. Tehát szeretettel kell hozzá nyúlni, nem csak bottal, néha-néha bottal is. De szeretettel, gondoskodással, akár a veszedelmet is vállalni. Ugye ez az Isten szíve szerinti király. És sajnos még ebből sem tanultak eleget Izrael fiai. Szétszakadt a királyság két részre, és Isten három prófétán keresztül nagyon élesen elmondja, hogy ő hogyan fog ebben megoldást adni. A probléma nem az volt, hogy a törvény nem volt jó. A törvény jó volt, tökéletes, szent, mert Isten adta. Nem a törvénnyel volt a gond. Az volt a gond, hogy az emberek nem értették meg, nem tartották be. Ott volt a gond. Tehát az emberekben kellett valami megoldást létrehozni. Az emberekben kellett valamit megváltoztatni ahhoz, hogy jobban menjenek a dolgok. És Isten Joel prófétán keresztül, Ézsaiásnál és Ezékielnél elmondja, hogy ő mire készül. És Ezékiel könyvéből szeretnék egy szakaszt felolvasni, és jó, hogyha ez szem előtt van. Ezékiel könyve 36. fejezete a 16. verstől. Akkor már az északi királyság fogságban van. Ezékiel 36. Ezékiel 36. A 16. verstől mindjárt. Igen. Az északi királyság már fogságban van, a 10 törzs. Samária már elesett.
Samária eleste körül, Ézsaiás volt a próféta Jeruzsálemben. És akkor Ézsaiás is sok kemény dolgot mondott, de megígért a Messiást is. Majd holnap nézünk egy proféciát Ézsaiástól, amiben a Szentlélek is szerepel. Ugye Ézsaiás beszél a Szentlélekről, és itt van Ezékiel. Ezékiel a déliekkel kerül fogságba, amikor elesik Jeruzsálem. Ezékielt is elviszik a mai Irakba. És amikor 30 éves, akkor Isten őt elhívja. Ugye Ezékiel pap volt, a pap 30 évesen kezdte el az önálló szolgálatot, addig csak tanult, és 30 évesen Isten elhívja Ezékielt, hogy van neki mondani való. Ezékiel számára, amit mondjon tovább az embereknek. És akkor itt a 36. fejezet a 16. versétől Isten igazából összefoglalja az eddigi helyzetet. Azt mondja Ezékiel: így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, amikor Izrael háza a saját földjén lakott, tisztátalanná tették azt életükkel és tetteikkel. Olyan tisztátalan volt előttem az életünk, mint a havi vérzés. Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Ezért elszélesztettem őket a népek között, és szétszóroltak az országokba. Életük és tetteik szerint tartottam ítéletet fölöttük. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatossá tették szent nevemet. Mert ezt mondták róluk: az Úr népe ezek, mégis ki kellett jönniük országából. Ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyet gyalázatossá tett Izrael háza a népek között, amerre csak járt. Ezért mondd ezt Izrael házának: így szól az én Uram, az Úr. Nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram, az Úr: amikor szemük láttára, megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földötekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet ősiiteknek adtam, az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mezőtermését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt. Nem ti értetek cselekszem, így szól az én Uram, az Úr, tudjátok meg ezt. Szégyenkezzetek, és piruljatok életetek miatt, Izrael háza. Eddig Isten írott igéje. Ugye, ez itt az összefoglalása mindannak, ami történt a 10 parancsolat, illetve a szövetségkötés óta, egészen a babiloni fogságig. Azt mondja,
vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Ugye így két dologban összefoglalja az Isten az ő népének a bűneit. A vérontás ugye az azt jelenti, hogy nem nézték az embert embernek. Ha az ember probléma, meg lehet ölni. Lábaló lehet tenni. Nem érdekes. Nem számít embernek. Mint a féreg, vagy a légy. És ugye a bálványimádás az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem tekintették Istent Istennek. Csak az a két bajuk volt. Nem szerették se az embert, sem az Istent. És ugye már is látjuk a párhuzamot a nagy parancsolattal. Na, így foglalja össze az Úristen a problémát. De ez még nem elég. Még a népek között is gyalázatossá tették az Isten nevét. Tehát Isten kiűzi az ő népét a Szentföldről, és valahogy valami hiányzik belőlük. Amikor a népek között élnek, még mindig azt hangoztatják, hogy mi az Isten népe vagyunk. De ugye a népek látják, tehát itt valami nem stimmel, mert ha minden rendben lenne, akkor ők a Szentföldön élnének, és ugye nem valahol máshol. És így ugye gyalázatossá válik az Istennek a neve. Hogy az milyen Isten? Kiválaszt egy népet, aztán szétszórja őket, aztán ők még büszkék is arra, hogy Istenhez tartoznak, de ők miben jobbak, vagy hol lenne a különbség. És akkor most szól Isten, hogy ő változást fog hozni. De ugye azt mondja a népének, nem ti értetek, hanem az én nevemért. Mert ugye az a cél. Nem az a cél, hogy Isten népe maradjon meg csupán. Az a cél, hogy akik ezt látják, azok is Istenhez forduljanak. A végcél mindig Isten nevének a dicsősége. Nekem van egy gyanúm, hogy Eszter könyvében miért nem fordul elő az Isten neve. Házi feladat, végigolvasjuk ezt a könyvét. Isten neve nem szerepel benne. Mert az egész történet arról szól, hogy megmaradjon Isten népe. És Isten meg is teszi, hogy megmaradjon az ő népe. De egy valami hiányzik belőle. Ünnepet rendeznek, megmaradtunk, jaj, de jó, ünnepeljünk, küldjünk ajándékokat egymásnak, és egy dolog kimaradt a történetből. Sehol nem írja a Szentíró, hogy ők hálát adtak volna. Tehát hol van Isten nevének a dicsősége, dicsőítése? Az úgy valahogy elmaradt. És nekem az a gyanúm, hogy ha Isten népe nem vállalja az Isten nevét, akkor Isten sem vállalja. Nem teszi oda az ő nevét. Az Eszter könyvéből hiányzik Isten neve. Nem adja nevét hozzá. Gondoskodott róla, hogy bekerüljön a Bibliába. És nagyon szép úgy a gyerekeknek elmondani a történetet. És a zsidók is így olvassák. Jaj, de jó, hogy megmaradtunk. Nagy ünnep, és amikor Hámán neve elhangzik, akkor nagy csetepatét csapnak a zsinagógában, a gyerekeknek is nagyon jó, az a legszebb ugye Isten tisztelet az egész évben, amikor lehet új zajt csapni, hogy ne hallják Mordekájnak a, vagy a Hámánnak a nevét, csak Isten nem adta hozzá a nevét. Mert Isten nevének a dicsőítése az olyan, hogy kimaradt. És itt ugye azt mondja Isten, hogy ez nagyon nagy baj. És az saját nevéért fog cselekedni. Isten népe áldásban fog részesülni, de nem azért, hogy dicsőséges legyen az Isten népe, hanem azért, hogy azon keresztül Isten neve legyen dicsőséges, hogy világossá legyen mindenki előtt, hogy ami ott készül, az nem emberből indult ki, azt ember nem tudja önmagán végigvinni, hanem ez Istennek a különleges
lépése. És akkor mondja ezt, amire ki akarok, vagy amire fel akarom hívni a figyelmet, a 27. versben azt mondja Isten, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy a rendelkezésém szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Mert ugye ott van a probléma. Nem helyes a szív. Kőszív. És ugye a kőszívvel, vagy a kővel egyáltalán van egy gond, hogy nem tud semmit sem befogadni. Lehet egy követ megtisztítani, úgy, hogy mit tudom én, vízbe teszük, a külseje nagyon tiszta lesz, de a belseje nem lesz nedves. Ugyanolyan kő marad. És ez volt a gond Izrael fiaival. Nem az volt a gond, hogy nem hallották a törvényt. Ezékel beszél arról, hogy még hozzá is mentek hallani, hogy mit mond. És azt mondja Isten, csak egy gond van vele. Utána hazamennek, és azt mondják, nagyon szép volt. Ugye ez a legrosszabb, amit mondhatunk egy lelkésznek. Kilépünk az ajtóból, tiszteletes úr, nagyon szép volt. Hát, akkor az gond. Azért mentek az emberek Ezékielhez, hogy valami szép előadást halljanak. Valami, hát azt mondja az Isten, mint egy szerelmi dal. Ugye, akkor még nem volt slágerrádió, de nem a slágerrádiót tudták bekapcsolni, és akkor de szépen énekel, mit tudom én kicsoda. Mentek a prófétához, hú, de szépen beszél, hú, kicsit megsimogatom a lelkemet, az ítéletet nem is hallom ki belőle, de mondott szép dolgokat, és köszönjük szépen, tisztelet, nagyon szép volt. Na, ez a legrosszabb, ami történhet. És akkor mondja Isten, jó, akkor én majd megmutatom. De ő. Új szívet adok, és annak a menete az, most a tisztulásról, a tisztulást nem olvastam föl, de az elején van megtisztítás, és ott van a Szent Lélek. A 25. versben tiszta vizet hintek rátok. Ami az Ószövetségben van egy előírás. Hogyha valaki tisztátalanná válik egy halott miatt, nem jelenhet meg a templomban, és valamit tenni kell vele. Egy vörös tehénnek a tetemével kell bizonyos dolgokat csinálni, tisztító vizet kell előkészíteni a templomban, és azzal kell meghinteni az illetőt. Ez a tisztító víz, amely megtisztít még a halálnak a szennyétől is. Ahhoz egy állatnak meg kell halnia. És azt mondja Isten, hogy ő így meg fogja tisztítani az ő népét. És akkor remélem, hogy azonnal látjuk a kapcsolatot a keresztséggel. Az Úr Jézus elvégezte a munkát, és azt parancsolta, hogy kereszteljük meg a megtérteket. Azt mondta a tanítványainak. Ugye? Ez az a tiszta víz. Nem a víz tisztít, ugye? Mert akkor csak a külső lenne tiszta. Hanem a vízzel párhuzamosan Isten elvégzi az ő munkáját. Hogyan? Az ő lelkével. Hús szívet ad. Befogadóképes szívet ad, és olyan folytatás az, hogy Isten azt mondja, hogy ő megteszi azt, hogy az ő népe betartsa az ő rendeléseit. Mert arra hívta el őket. A külső törvény nem volt rossz. A külső törvény jó volt. Hanem a befogadó oldalon volt egy probléma.
Nem tudták érteni, nem akarták megcselekedni. És Isten azt ígéri, hogy arra ad megoldást. És ugye itt van az Atya ígérete. A következő fejezet, az megint házi feladat, ugye, az a száraz csontoknak a völgyéről szóló látomás. Amikor Isten azt mondja Ezékielnek, hogy parancsolja, hát akkor ma hogy fordítjuk, a léleknek, hogy eljöjjön, és élővé tegye azokat a tetemeket, amelyek egy előző csoda által jöttek létre. És az volt az utolsó pont, a száraz csontokból lesznek húsvér emberek, csak azok még mindig nem élnek. A lélek az, aki élteti őket. És ugye ez a két történet, ez a két fejezet egymáshoz tartozik. Akkor van élet. És ez az az ígéret, amire visszautal az Úr Jézus, amikor fölmegy a mennyekbe. Ugye föltámadott az első kévének a napján, most már tudjuk, tehát mondhatom így, és 40 napig korrepetálta a tanítványokat Isten országából. Ugye nagyon érdekes, mert 3 évig tanított Isten országáról. És szinte az elejétől ott voltak a tanítványok. Aztán kiválasztotta a 12-t, hogy vele legyenek, és elküldje őket. Mentek is, csodákat is tettek. Aztán valahogy mégse értették teljesen, hogy miről szól az egész. És 40 nap alatt korrepetálást kapnak az Úr Jézustól. Isten országáról, Isten országának a dolgairól. És akkor a 40. napon az Úr Jézus felmegy a mennyekbe. És azt mondja, és ti, ugye, várjatok, erőt kaptok, és az én tanúim lesztek. És a tanú szó a Bibliában mindig egy különleges szó. A tanú nem csak egy szemtanú, vagy egy fültanú. Ugye nekünk az a tanú. Bíróság elé idézik, mit láttál, mit hallottál, és a bíróság ennek alapján hoz egy döntést. De vannak más tanúk is. Figyelmeztető tanúk. Ugye? Házasságkötésnél vannak tanúk. Miért vannak ott tanúk? Azért, hogy még valaki lássa, hogy írják be az anyakönyvbe a házasságkötést? Nem. A tanúnak az a szerepe, hogy ő hallotta, hogy a barátom esküdt tett. És amikor én azt veszem észre, hogy a barátom már nem veszi annyira komolyan az esküdt, akkor meghívom egy sörre, mondja neki, Laci, üljél le, beszélnünk kell. Mert ott voltam, te esküdt mondtál, de most azt veszem észre, hogy valami nem stimmel. Te ezt hogy gondolod? Ugye ez lenne a tanúnak a szerepe. Keresztülők ugyanúgy. Keresztülők ugyanúgy. A keresztelőnek a szülei, bocsánat, tesznek esküt, de ott vannak a keresztülők, akik segítenek, de ha minden igaz, figyelmeztetnek is, hogyha az, aki esküdtet, mégse tartja. Ilyen tanúk is vannak, csak a mi fejünkben kicsit nehezen fér bele, és akiket felhívnak ilyen keresztülőségre, vagy tanúságra, azok sokszor nem is értik, hogy ez mire jó. Csak azt gondolják, hogy hát ez valami megtiszteltetés, meg ugye akkor részt vehetek majd az ebéden is, és oda is írna, persze, hogy vállalom, csak nem tudják, hogy ez egy komoly dolog lenne. És sajnos az egyházunkban sem tudjuk ezt. Tehát nem készítjük föl a tanúkat az esküvőre. Legalább most már van egy-két lelkész, aki ezt is csináljuk, azt mondja, hogy hát az egyik jegyes oktatási alkalmon legyenek ott a tanúk is. Hogy elmondjam nekik, hogy azért nekik is van ebbe szerepük. Na és ilyen tanúk, ugye, a tanítványok. Ők szemtanúk is, fültanúk is.
de figyelmeztető tanúk is. Ezért kapják az erőt, hogy az ígérdetésükkel és az életükkel hitelesen alátámasszák az Úr Jézusról szóló üzenetet, örömhírt, az evangéliumot. Mert ugye azt tud figyelmeztetni a legjobban, és azt tud segíteni a legjobban, akiben munkálkodik az Isten ereje. Aki mondhatja azt, hogy te barátom, bajba vagy, de gyere, gyere közénk, és majd látod a különbséget. Ugye, ilyen értelemben mi nem vagyunk szemtanúk és fültanúk. Ugye, ez nem a mi szerepük, az az apostoloknak a szerepe volt, és a bizonságtételük itt van. Azért vagyunk apostoli egyház, mert az apostoloknak a bizonságtételéhez ragaszkodunk. De ez a harmadik dolog, ez a figyelmeztető, alátámasztó szerep, az megmarad mind a mai napig. Ugye? Ez a gyülekezetünknek a dolga. Ahol a Szentlélek által életre segített emberek összefognak Isten nevének a dicsőségére. Hogy az ő életvitelükkel, külön-külön, de közösen is, felhívják a többiek figyelmét arra, hogy ők nem tudják az isteni rendet. Ahogyan ők élnek, úgy igazából nem lehet élni. De abban a közösségben, ahol mindenki nyitott az Isten vezetésére, ahol egymásnak segítünk, ahol egymás között kipróbáljuk azokat a dolgokat, amelyeket Isten mond nekünk, és azt gondoljuk, hogy hát ez talán nem is kivitelezhető, nem lehet így élni, de mindannyiunk abban a helyzetben vagyunk, legalább egymás között ki tudjuk próbálni, hogy ez működik-e. És akkor fog kiderülni, hogyha komolyan veszük a tanítást, amit kapunk, és szívből, a Szentlélek segítségével próbálunk ennek engedni, akkor Isten ezt meg fogja áldani. És akkor közöttünk fog kiderülni, hogy valóban csak úgy lehet élni, hogy Isten mondja. Az az igazi élet, ami nem is összehasonlítható azzal, ami a hívő körön kívül történik. És amikor ez megvan, akkor nyugodtan mondhatjuk azt bárkinek, akkor gyere el közénk. Elmagyarázom neked, hogy én miért hozok más döntéseket, miért más az én életvitelem, mint a tied. Sok az elején keveset fog belőle érteni, de reméljük, hogy legalább azt fogja mondani, amit Mózes mondott a népnek, hogy itt olyan igazságos rendelkezések vannak, itt annyira szeretik egymást, ugye már újszövetségi kifejezéssel, vagy, ahogy egy mai ember mondaná, itt annyira más a légkör, érdemes ide visszajönni. Lehet, hogy az elején semmit nem ért az egészből, ugye, prédikációból meg pláne nem, nem a jó ígérdetés miatt fognak visszajönni, hanem azért, mert olyan közegbe kerültek, ahol megtapasztalható Istenek a jelenléte. Ahol egy irányba zajlik a gondolkodás, ahol a lélek egy irányba, Isten szeretetének az irányába viszi a közösségnek az életet. Ezért jönnek vissza. És ha azért jönnek vissza, mert ott befogadó légkörre találnak, őszinte légkörre találnak, de talán ez egyszer-kétszer az is elhangzik, hogy ez nálunk így nem szokás, ha az illető nem tudja, de szeretetből, nem azért, hogy az én helyemen jössz, ugye nem arról van szó, tudom azt az áldozatot hozni, hogy egyszer-kétszer átülök egy másik pontba, talán. Harmadik alkalommal már mondom neki, hogy nagyon örülök, hogy újra látlak, tovább mennél két helyen? Mert akkor én itt szoktam ülni igazából, de és most már vissza szeretném ülni a helyem. Mit tudom én, kitalálunk valamit. De amikor ez megvan, akkor valamikor megnyílik a fül.
az ígérdetésre. És az elején természetesen csak a viccekre fog emlékezni, de majd, ki tudja, egy fél év után már valami dereng, hogy azért itt mások az emberek, mert ott valaki elmagyarázza, hogy Istennek mi az elképzelése. És egy-két dolog azért ismerős nekem, hallottam már ilyet, nem keresztényektől is, de itt összeállok épp. És akkor ugye élőben láthatjuk a Szentléleknek a munkáját. Tehát erre van egy ígéret az Ószövetségben. Ezt akartam csak most kidomborítani. Erre van egy ígéret az Ószövetségben, mert az egész Ószövetség arról szól, hogy anélkül nem nagyon lehet ezt megvalósítani. Bár a cél ugyanaz volt, és nem a törvénnyel volt a gond, hanem a szívekkel volt a baj. És Isten a pünkös napján megadta a megoldást. És már itt szeretnék egy figyelmeztetést mondani, hogy ez tehát azt jelenti, hogy mi többet kaptunk az Istentől. Több segítséget kapunk az Istentől, mint az ő ószövetségi népe. De az azt is jelenti, hogy szigorúbb lesz a számonkérés is. Akiknek többet ad az Isten, azoktól többet is kér. És ez itt a figyelmeztetés. Már fogunk róla beszélni, hogy attól nem kell megijedni. Nem, rosszul mondom. Attól nem kell félni. De jó, hogyha kicsit megijedünk tőle. Ugye? Hogy ez a kettős dolog érvényes a mi életünkre. Nagyobb áldást kapunk az új szövetség alatt, mint az ószövetség alatt. De az azt jelenti, hogy jobban is kellene csinálni a dolgokat, mint az ószövetség alatt. Nem azt jelenti, hogy nem olvassuk az ószövetséget, hanem úgy olvassuk, hogy remélem, hogy mi ezt a hibát nem követjük el. Remélem, hogy a Szentlélek vezetése alatt ezeket a helyzeteket ki tudjuk kerülni. Ugye ott van a figyelmeztetés, nem is kevés. De erre szükségünk van. Az Atya megígérte, hogy az ő nevének a dicsőségére el fogja küldeni az ő lelkét. Hogy az ő népe megtartsa az ő rendeléseit. Hogy a népek lássák ezt. És a végcél természetesen az, hogy minél több ember, minél közelebb kerüljen az Úr Jézushoz. És erről majd egy kicsit részletesebben a folytatásban.